Aréna, Magyarország egyik legtöbbet idézett rádió műsora. Várja Önt a stúdióban. Szabados Gábor, sportközgazdász. A műsor támogatója a Hold, az év alapkezelője 2024-ben. Segítse Ön is munkánkat azzal, hogy feliratkozik csatornánkra. Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid. Kezdődik az aréna, a mai vendégünk Szabados Gábor sportközgazdász. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. A magyar válogatott búcsúzott az Európa-bajnokságtól, ez szerdán este kiderült, ugyanakkor mégiscsak jelen lehetett egy tornán győztes mérkőzéssel zárt, ez is viszonylag ritka. Összességében, hogyha a gazdasági tényezőket is nézzük, és a presztist is, mi mindent hozott és mi mindent vitt a magyar válogatottal kapcsolatban, ez az Európa-bajnokság. Először is nagyon nehéz most még racionálisan beszélni erről, nyilván muszáj. Annyit hadd mondjak tényleg személyes dologként, amikor 1985-ben a videóton az UEFA kupa döntőjében játszott a Real Madrid, de a fiatalabbak keresenek rá interneten, ez tényleg megtörtént. Nyolc éves voltam akkor, az első mérkőzést 3-0-ra elvesztett a Székesfehérváron a videóton, és ott én elsírtam magam, emlékszem, apukám vigasztalt a kanapén. Azóta eltelt több mint 40 év, és én nem sírtam soha futballmeccsen. Tegnap nagyon közel voltam hozzá, amikor a Portugália-Grúzia mérkőzést lefújták. Óriási csalódást jelentett ez, és ezt azért mondom, most is egyébként, tehát a mai napom is gyakorlatilag ilyen teljesen sötét állapotban telik. Ezt azért mondom, nem azért, mert nyilván nem én vagyok az érdekes a dologban, hanem szerintem nagyon sokan így éreznek, és a futball szurkoló az ilyen. És ezt azért mondom, mert most szerintem sokkal sötétebben látjuk ezt az egész Európa-bajnokságot, mint amilyen volt ez egyébként a magyar futball számára, mert, mert nyilván itt az egészet kontextusba kell helyezni. Tehát, ha most tíz évvel ezelőtt valaki azt mondja, hogy most azon fogunk keseregni, hogy a sorozatban a harmadik Európa-bajnokságunkon tényleg szinte centikkel maradtunk le arról, hogy továbbjussunk a csoportból, és emiatt szomorúak vagyunk, akkor, akkor szerintem mindannyian nevetünk, hogy ugyan már ide azt az egyebét. -e tehát, tehát egészen más azt gondolom, hogy így utólag ennek a, a megítélése. Tehát az, hogy a magyar válogatott kijutott az Európa-bajnokságra, az igenis siker. A magyar válogatott a lehetőségeihez képest én azt gondolom, hogy úgy játszott és olyan teljesítményt nyújtott az Európa-bajnokságon, ami megfelel az erőviszonyoknak. Még azt is mondom, hogy talán még azt is kijelenthetjük, hogy az, hogy nem voltunk ott a legjobb harmadikak között. Ha megnézzük, hogy a többi harmadik mit tett le az asztalra, még ez is reális. Tehát alapvetően igazából akkor sincsen tragédia, ha ezt feltétlenül így érezzük. Ez ugye az, hogy mi hogyan értékeljük ezt az egész elbét. A másik, ugye, hogy gazdasági marketing szempontból a magyar futballnak hogyan tudjuk értékelni ezt az Európa-bajnokságot, Megint csak azzal kell kezdeni, hogy az, hogy ott voltunk sorozatban harmadszor egy Európa-bajnokságon, ez már önmagában nagyon komoly presztízs, presztízs siker. Gondoljuk abba bele, hogy ha jól számoltam, 16 olyan ország van Európában, amelyik mindegyik Európa-bajnokságon ott volt ezen az elmúlt hármon. Tehát az nagyjából pont egy olyan, mint egy régi Európa-bajnoki 16-os mezőny. Tehát ez azért azt gondolom, hogy ez, ez mindenképpen egy egy komoly presztízs. Az, amit a magyar futball elért az elmúlt években, ahogy tudta egyre magasabb polcra helyezni magát, ezt, ezt meg tudtuk erősíteni. Tehát ez, ebből nem vesztettünk, ezt meg tudtuk erősíteni. Nyilván az lett volna persze a nagy dobás, hogyha sikerül a továbbjutás. Magasak voltak az elvárások, mert azért azt tudtuk, hogy ebből a csoportból nem könnyű továbbjutni még egy ilyen körülményrendszerben sem, hiszen a németek a házigazdák, roppant erősek. És Svájcban is szinte csupán topligás játékos játszik. Én azt gondolom, hogy egyértelműen túl magasra. Eh, eh, inkább azt mondom, hogy a, a csapat tette saját magának túl magasra a lécet. Tehát azzal, ahogy a legutóbbi Nemzetek Ligája a csoportban szerepelt, ugye az angolok, németek, olaszok ellen, azzal, hogy utána viszonylag eh, eh, simán kijutott az Európa-bajnokságra a szerbek oda-vissza a legyőzésével, ezzel mindenki most többet várt. Tehát az első EB-nek 2016-ban úgy futottunk neki, hogy bejó, hogy ott vagyunk. A másodiknak hát láttuk, milyen a csoportbeosztás, hát itt még egy pont is, bravúr lett belőle kettő, örültünk. Most azt gondolom, hogy mindenki azt várta, hogy igenis nekünk tovább kell jutni, miközben ahogy valóban elhangzott, ez egy nagyon nehéz feladat volt, mert alapvetően Svájc és Németország ellen ö, kalkulálható volt a vereség. Most lehet persze azon vitatkozni, hogy hogy kap ki a csapat, meg hogyan nem kap ki, de alapvetően, ha most azt nézem, hogy két vereség egy döntetlen, ebben a csoportban ez, ez tulajdonképpen papírformának mondható, akkor meg már tényleg ö, ö, nagyon szűkek az esélyek, hogy legjobb harmadikként tovább menjen az ember. Ugye, Tehát való... végül sikerült nyerni Skócia ellen, de hát az is egy nagyon-nagyon kiélezett meccs volt, és a századik percben esett a gól, ugye sportszakmailag sokan azt mondják, hogy nem is biztos, hogy a magyar válogatott megérdemelte volna a továbbjutást, de azt is tegyük hozzá, hogyha egy együttes akár csak a századik percben is győzni tud, az sokszor a folytatásra nagy lendületet adhat, és a játék felszabadultabbá, jobbá válhat a folytatásra. Hát ez így nem történhetett meg. Én is azt gondolom, hogy ha, ha, nem úgy alakultak volna itt a többi csoportban az eredmények, akár tegnap a portugál meccsen, akár korábban az angol-szlovén meccsen, és a magyar válogatott ott lenne most az egyenes kieséses szakaszban, egészen biztosan nem vallanánk szégyent. Megkockáztatom, hogy lesznek olyan nagy különbségű győzelmek az egyenes kieséses szakaszban, amin, aminél mi valószínűleg jobbat értünk volna el. De természetesen ez innentől már csak találgatás. Azt még egyszer hangsúlyozni kell, hogy a magyar labdarúgó válogatott megerősítette azt a presztízsértéket, amit kiharcolt magának az elmúlt években. Különösebben nagyot előrelépni most valóban nem sikerült, de abszolút megerősítettük azt a helyet, ahol vagyunk Európában, tehát komolyan vesznek minket, ez egyébként látszott az EB-n is, tehát nagyon látszott az, hogy Svájc is, Németország is nagyon komolyan vesz minket, tehát nincs már az, ami azért korábbi években tapasztalató volt, hogy kicsit lebecsülnek minket az erősebb csapatok. Tehát komolyan vesznek minket, komolyan veszik a játékosainkat, ezt abszolút, én nagyon sok nemzetközi kapcsolattal rendelkezem a munkám során, tehát nagyon sok más országból érkező emberrel érintkezem, és, és folyamatosan érezni ezeket a visszajelzéseket, hogy, hogy, hogy tényleg elismerik, tisztelik ezt a válogatottat, és ez ugye ezt hangsúlyozni kell, hogy ez kihat az egész magyar futballra. Tehát nyilván ez a válogatottról szól, de amikor majd, vagy egy nagyon egyszerű példát mondjak, amikor mondjuk a Ferencváros arról tárgyal, hogy egy játékost idehozzon külföldről a magyar NB1-be, akkor, akkor, azért ez megjelenik. Egy, egy, játékosnak ott van a fejében, hogy, hogy tudja azt, hogy ez a válogatott ez ott volt az NB, még ha kettő között nyilván nincs is közvetlen összefüggés. És ezek mind, mind olyanok, amelyek egyébként, ha már itt kifejezetten ugye a gazdasági oldalt nézzük, amelyek akár nagyon komoly eurókban is kifejezhetőek, hogy mondjuk akkor lehet, hogy egy kisebb összegér is hajlandó idejönni, mert érez prestízst a magyar futballban, és ugyanez nyilván akkor elmondható, akkor, amikor egy magyar, vála, magyar játékos igazol külföldre, és így tovább, és így tovább. Tehát a, a magyar futballnak azt gondolom, hogy ez egy újabb, nagyon fontos eredmény és ha már gazdasági oldalról nézzük a belső piac, tehát a magyar futball belső piaca szempontjából is nagyon fontos, tehát az amit az elmúlt években láttunk, hogy a Puskás Aréna az kicsi a magyar válogatottnak, az egész biztosan így fog megmaradni, tehát a, a nemzetek ligája őszi mérkőzéseit is, biztosan úgy fogjuk végigjátszani, hogy, hogy teltházzal. Tehát ilyen értelemben ez nem fog törést okozni, tovább erősítette ezt a piaci helyzetét a, a magyar labdarúgás, illetve a magyar válogatott. Az igazi siker nyilván az lenne, az lenne hogyha most az NB1-re is ki tudnánk terjeszteni azt az érzést, azt a közösségi élményt, amit a válogatott jelent. Láttuk azt, hogy a korábbi Európa-bajnokság után ez nem, vagy csak nagyon-nagyon korlátozottan sikerült. Most ugye eleve volt a labdarúgó NBA-nek egy, egy látható nézőszám növekedése, nem túl nagy, de már látható, azt gondolom megint, hogy ha, ha sikerült volna továbbjutni a, a csoportkörből, akkor, akkor, talán ez jobban működhetett volna, de még egyszer mondom, ez, ez magától nem jön, nem jön, ezt láttuk a korábbi elbéken is, ehhez kell marketing munka, tehát ezt a kluboknak és az MLS-nek közösen ki kell használni, hogy ezt a, ezt az élményt, ezt valahogy tovább vigyék az 1 re is, mert, mert nyilván akkor lenne igazi gazdasági siker, az, amit a válogatott elért, hogyha a magyar futball belső piacát úgy tudnánk növelni, hogy, hogy a jelenleg inaktív magyar futball szurkolókat lehetne aktivizálni, hogy, hogy ne csak akkor akarjanak meséget szerezni, amikor éppen játszik a válogatott azon a 5-6 meccsen, amit ugye a hazai pályán játszunk egy évben, hanem tényleg akár hétről hétre is. Korábban beszéltünk már arról, hogy a játékosoknak a piaci értékét elsősorban a klubszezon határozza meg, ott is természetesen a topligás játékosoknál a rangadók, illetve az, hogy egy teljes idényben ki hány percet játszik, milyen mutatói vannak, milyen statisztikái. Három válogatott mérkőzés mennyit változtathat egy-egy magyar játékos értékén? Vagy mondjuk kérdezhetem úgy is, hogy Csobot Kevin menedzsmentjének lehet-e itt alkalom, hogy dörzsölje a tenyerét a századik percben esett győztes gól miatt? Hát szerintem ők most el vannak azzal foglalva, hogy összevágják azokat az új DVD-ket, <laughs> vagy, vagy egyéb videókat, ami már rajta van ez a gól is, de valószínűleg ezzel már végeztek is, nagyon helyesen azt megint csak ugye az elmúlt előző Európai bajnokságokon láttuk, hogy nagyon korlátozott az, hogy egy ilyen RB hogyan tud a magyar játékosok értékére és az értük való keresletre hatni, gyakorlatilag csak a fiatal játékosokat keresik. Tehát nagyjából 23-24 év az, az a határ, amíg még érdekesek, értékesek ezek a futbalisták, akár függetlenül attól is egyébként, hogy játszotta valaki az elvén, tehát Bolla Bendegusz például három éve úgy tudott külföldre igazolni, hogy nem is lépett pályára az elvén, de nyilván ez hatással volt az ő karrierjére is. Tehát most is csak a fiatalok számíthatnak arra, hogy az Európa Bajnokság esetleg hoz ilyen változást, de valóban ez fontos hangsúlyozni, hogy a klubfutball sokkal fontosabb. Tehát aki például Csobot Kevin iránt, iránt érdeklődik, felnyitja a laptopját, belép azokba a különböző adatbázis szoftverekbe, meg pontosan láthatja, hogy Újpesten hány percet játszott, hányat passzolt, milyen pontosággal passzolt, hány métert futott, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Tehát alapvetően nem ez alapján az egy gól, a gól, alapján fognak róla dönteni. Az fog érdeklődni iránta, aki eddig is érdeklődött iránta. Viszont aki eddig érdeklődött iránta, és mondjuk a shortlistjén, tehát a szűkített listáján, ott volt Csobot Kevin, meg még három teljesen hasonló profilú, hasonló ári, árérték arányú futbalista, akkor lehet, hogy most ebből a három-négy futbalistából Csobotot fogják választani azért, mert, mert azért mégiscsak, meg csak ugye az, hogy nem gépek döntenek, hanem emberek döntenek, tehát egy pici szubjektivitás mindig bekerül ezekbe a döntésekbe, de, de még egyszer mondom, ez, ez csak egy ilyen kis pluszt jelent, az alap az mindig az, amit a klubszezonban nyújt a, játé, a játékos, hiszen a klub, aki megvásárolja a játékost, nem arra kíváncsi, hogy a válogatottjában egy teljesen felfokozott érzelmi helyzetben néhány meccsen egy évben hogyan tud teljesíteni, mert a klubban neki arra lesz majd szüksége, hogy hétről hétre teljesítsen, és nyilván ehhez a mintát abból látja, hogy az erre elő, előző klubjában hogyan teljesített. Egy-egy sérülés mennyit vonhat le a játékosok értékéből? Gondolok itt akár Varga Barnabásra, akinek nem tudjuk, hogy milyen hosszan tart majd a rehabilitációja, ugye a legfrissebb hírek szerint akár két hónap múlva már játszhat szerencsés esetben, de ezt még az orvosok sem merik biztosan kijelenteni. Ugye ő most a Fradi csatára, és nem is tervezett átigazolást, de egy-egy ilyen helyzetben, egy-egy sérülésnél számszerűen kifejezhető -e az értékcsökkenés? természetesen kifejezhető. E, most furcsa hangzik, amit mondok, Varga Barnabás esete azért szerencsés, nyilván nem lehet ezt szerencsének minősíteni, de most ebből a szempontból, amiről itt beszélünk az érték szempontjából, hogy ez egy olyan sérülés, amiből fel fog épülni, és ez nem lesz után, nem, nem jelent neki utána problémát. E, tehát ha ez egy keresztszalagszakadás, Uh, valamilyen uh, uh, súlyos ízületi sérülés, az, az egy sokkal rosszabb dolog, mert az visszatérhet. Tehát uh, ugye nagyon sok olyan példát láttunk, hogy valaki egyszer szenvedette egy súlyos sérülést, és egész egyszer már nem tudott ugyanazon a szinten játszani, vissza-visszatért az a sérülés. Ez az arcsérülés, ez nem ilyen, ez, ez legfeljebb pszichikailag jelenthet neki hosszú távon problémát, de szerintem ezt ő meg fogja tudni oldani. Tehát ilyen értelemben, amikor ő majd tényleg újra teljes értékű futbalista lesz, akkor, akkor ilyen értelemben ez nem fogja befolyásolni az ő, az ő értékét és az ő megítélését. Még egyszer mondom, egy olyan sérülés, ami egy krónikus, az egész pályafutásra kiható sérülés, az viszont jelentősen tudja csökkenteni egy Játékos értékét és ha azt látják valakin, hogy rendszeresen összeszed mondjuk izomsérülést, rendszeresen össze összeszed kisebb izületi sérülést, az nyilván egy jelzés egy klub számára, hogy ebben a játékosban komoly kom kockázat van. Egy évvel ezelőtt gyakorlatilag az összes magyar futballszórkoló odáig volt és vissza, hogy Szoboszlai Dominikot leigazolta a Liverpool, és aztán ez folytatódott az őszi szezon nagy részében, amikor a magyar válogatott csapatkapitánya a Premier League-ben kiváló meccseket játszott. Nem feltétlenül nyilvánult ez meg gólpasszokban vagy gólokban minden egyes alkalommal, de látszott, hogy jó helye van a Liverpoolban, a csapat szerkezetében, még ha más játék felfogásban is, mint a válogatottban Jürgen Klopp menedzsernek fontos volt, és Szoboszlai Dominik gyakorlatilag az ősz nagy részét a pályán töltötte. Utána azért megváltoztak a dolgok, jött egy sérülés, és jóval kevesebb lett a gól, jóval kevesebb volt az igazán kiugró teljesítmény, ráadásul még ugye Izrael ellen az Európa-bajnokság előtti utolsó felkészülési mérkőzésen is szenvedett egy kisebb sérülést, és azt is lehetett hallani, hogy most ezt az Európa-bajnokságot sem teljesen egészségesen teljesítette. Az ő értékét mennyire befolyásolta ez a kevésbé jól sikerült fél év? Megint csak azt kell mondani, hogy az, hogy igazából, hogy itt mi volt az Európa Bajnokságon, az ezt olyan különösebben nem határozza meg. Nyilvánvaló, hogy az, amikor azt láttuk, hogy az ő becsült piaci értéke ugye megugrott nyilván akkor, amikor Liverpoolba igazolt, és utána még az ősszel is növekedett, amikor látszott, hogy hogyan tud -e teljesíteni. Azt gondolom, hogy egészen egyedi az, hogy valaki egy Premier League top csapatba azonnal így beilleszkedik és azonnal felveszi a tempót. Ez azért nagyon keveseknek sikerül. Tehát ilyen szempontból tényleg fantasztikus volt az, ahogy Szoboszlainak elindult a Liverpooli pályafutása, és ott ugye egyből látszott is az érték növekedése a különböző ilyen becslő oldalaknál. Nyilván a tavaszi szezon az nem úgy sikerült, ahogy azt ő tervezte, vagy ahogy akárki is tervezte, én a, most így utólag persze könnyű okosnak lenni, de de, de várható volt, hogy, ne, hogy nem lehet egy, egy teljes szezont így végignyomni úgy, hogy valakinek ez az első Premier League szezonja, itt persze nyilván a sérülések rosszkor jönnek. Én azt gondolom, hogy ez, ez egy picit neki azért lefaragott az értékéből, mert, mert azért látsz, látszik az, hogy, hogy nyilván neki is vannak korlátai, de ez nem egy jelentős veszteség, már csak azért is, mert azért Szoboszlai még mindig nagyon fiatal. Tehát ezt azért mindig hangsúlyozni kell az ő esetében, hogy 24 éves, rendkívül fiatal, és már így is valami elképesztő pályafutás áll mögötte. Tehát ez azért még mindig nagyon komoly potenciált jelent, tehát ez nem egy komoly veszteség, de még egyszer mondom, itt megint ugye arról van szó, hogy a tavaszi szezon az, ami egy Kicsit jobban megmutatta az ő korlátait vagy kockázatait. Az Európa-bajnokság ebből a szempontból azt gondolom, hogy különösebben nem befolyásol. Nyilván itt az előbb mondtuk Csobot Kevin, tehát nála azért ez persze jobban tud befolyásolni, mert mert azért nincsen annyira szem előtt a, a magyar NB1-ben. De, de aki Liverpoolban játszik, annak aztán tényleg nem az fogja meghatározni az értékét és a megítélését, hogy az LB3 meccsen mit teljesít. Tegyük hozzá azért, hogy voltak jó pillanatai, tehát hogy az Európa bajnokságon legalább játszott a Liverpooli utolsó nagyjából egy másfél hónapban, viszont Jürgen Klopptól nagyon kevés szerepet kapott, tehát nem szétnyúzva érkezett az Európa bajnokságra, viszont gondolom, hogy az Izrael elleni meccsen szerzett sérülés befolyásolta az elmúlt nagyjából két hetet is ilyen szempontból. Az látszik-e, hogy mi lehet a határ Szoboszlai Dominiknak? Mert például Marco Rossi szövetségi kapitány azt mondta, hogy ő egy Luka Modric szintű játékos lát benne idővel, meg van benne minden potenciál. Ebben az elmúlt fél évben ezt ugye Szoboszlai Dominik még nem tudta bizonyítani. Nyilván nagyon nehéz ezt megjósolni, a potenciál megvan. Tehát amit Marco Rossi mondott, eleve nem szívesen vitatkozom vele, de amit ő mondott, az, az azt gondolom, hogy teljesen ül, ebben igaza van. Megvan a potenciál a, a Dominikban arra, hogy, hogy a legjobbak közé emelkedjen. Még egyszer mondom, és ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, még mindig csak 24 éves, Csobot Kevin is ugyanannyi. Tehát most félreértés nehézség, nem akarom őket összehasonlítani, vagy, vagy bármi, de gondoljunk abba bele, hogy, hogy azért nagyon sokan vannak, akik ebben a korban tartanak ott, hogy, hogy az NBA egyben stabil játékosok, és na akkor esetleg egy, egy, egy valamivel erősebb bajnokságba igazolok, onnan esetleg tovább megyek -e egy még erősebbbe, és Szoboszlainak ez már mind, mind, megvolt. Tehát, tehát még mindig óriási potenciál van benne, Igazából most van az a, kritikus pillanat a karrierjében, amikor, amikor eldől, hogy, hogy tényleg ezt a top tempót, amit a Liverpoolban ő most megtapasztalt, ezt hogyan tudja felvenni, hogyan tud ehhez alkalmazkodni, mind mentálisan, mind fizikailag, és egyáltalán mindenféle szempontból. Az látszik -e, hogy lehetnek-e követői? Vannak-e olyan játékosok, akár a magyar válogatott legjobbjai közül, akik ha nem is a Liverpool szintjére, és nem is Szoboszlai Dominik magasságába, de valahogy legalább a közelébe eljuthatnak két éven belül. Ezt egyértelműen ki kell mondani, hogy óriási szakadék van Szoboszlai Dominik és, és bármelyik másik magyar futbalista között. Tehát az amit, az az a, az érték, amit ő képvisel most nem csak gazdasági értelemben, hanem szakmai mindenféle érte, értelemben, az, az nagyon messze van attól, amit bárki más le tud tenni az asztalra. Tehát nyilván a, a, a kérdése csak úgy lehet válaszolni, hogy hogy mondjuk ki az, aki eljuthat top ligába. Tehát nagyjából azt gondolom, ez a, ez a reális, amiben nekünk gondolkodni kell. Ez, ez abszolút látszik, hogyha megnézzük, hogy a magyar válogatottnak és egyáltalán a magyar futballnak nagyon kevés topligás játékosa van. Tehát érdemes tényleg most megnézni, ha most megint csak azon kesergünk, hogy kiestünk az európa bajnokságó hogy akár csak a skótoknál, de akár azoknál a csapatoknál, akik például ott vannak most az egyenes kieséses szakaszban, és legyen az Grúzia, legyen az Szlovákia, vagy bárki más, hogy ott mondjuk hány ilyen futbalista van. Arról nem is beszélve mondjuk egy Albánia, aki nem jutott tovább. Tehát nagyon-nagyon szűk az a merítés, ami nekünk a, a topligákból rendelkezésre áll. Tehát ennek kellene fejlődnie. Ugye itt a probléma az is, hogy akik a topligákba játszanak, azoknak a legnagyobb része nem egy mondjuk így organikus fejlődési úton jutott el oda, ugye ilyen maga szoboszlai is, tehát nem azt a, 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 abszolút jól működő utat járta végig, mint mondjuk Sallai Roland, tehát nekünk igazából 11 Sallai Rolandra lenne szükségünk a válogató, de mondjuk 10 Sallaira meg egy szoboszlaira, tehát olyan Sallai Rolandokra, akik egy magyar klubban nevelkedtek, legyen az akár akadémia, akár más magyar klub, bemutatkoztak az NB1-ben, ott meghatározó játékos Váltak, külföldre kerültek, esetleg még egy nem, nem a legerősebb bajnokságba, és onnan tovább tudtak lépni a topligába. Ez az az organikus fejlődési út, amire a magyar futballnak ki kellene tudnia, nevelnie játékosokat ahhoz, hogy hosszú távon fenntartható legyen a magyar válogatott és ugye általában a magyar labdarúgás teljesítménye. Ez az, amit látunk, hogy a horvátoknál, meg a szerbeknél működik. És mi a gond, miért nincs meg ez? először csak annyit még, hogy nálunk a, ugye a topligás játékosok általában nem sallai rolandok, hanem valamilyen kerülő úton jutnak el oda, ugye Szoboszlai, Gulácsi, Vili vagy akár korábról Szalai Ádán, akik a meghatározó játékosai ennek a csapatnak, pontosan annyi mérkőzést játszottak a magyar labdarúgó 1 ben mint mi itt ketten ebben a stúdióban, nullát. Mert, mert egészen más úton jutottak el a topligák, most nem érdemes részletezni, hogy ki, hogy de, de ez mind azt jelzi, hogy ez az organikus fejlődési út, ez, ez, nem működik, vagy csak nagyon korlátozottan működik. Hogy miért? Hát azt gondolom, hogy ez, ez, ez nagyon sok másik adás témája lehetne, hogy mi az, ami működik Horvátországban és Szerbiában, mi az, ami nem működik nálunk. Nem is biztos, hogy erre én vagyok a legalkalmasabb személy, hiszen ez, ennek nagy része azt gondolom, hogy szakmai kérdés és nem sportgazdasági kérdés. Biztos, hogy vannak ennek egyébként szervezési és gazdasági okai is, de de nyilván a, a, a dolog az egészen biztosan ott szerzi a legnagyobb problémát, amikor tizenéves korban képezzük a játékosokat, és ott milyen képzést kapnak, ott hogyan vannak erre felkészítve szakmailag, technikailag, fizikálisan, mentálisan, mindenféle értelemben. Mennyire térülnek meg az akadémiákba befektetett összegek, és mondjuk egy-egy Európa-bajnokság eredmény során ez mennyire mérhető le? Nyilván ez egy olyan kérdés, amik a válogatott kapcsán viszonylag egyszerűen lemérhető. Tehát, ha azt megnézzük, hogy a jelenlegi magyar válogatottból hány olyan játékos van, aki magyar akadémián nevelkedett hosszabb, rövidebb ideig, nagyon sokféleképpen lehet ez nézni. Tehát, mondjuk, Szoboszlai Dominikot például beszámítjuk el azért, mert, ha jól emlékszem, talán egy fél évet eltöltött a, az MTK akadémiáján. De megint csak, amiről ugye itt a szünet előtt beszéltünk, hogy ez az organikus fejlődési út hány játékosnál van meg, nagyon kevésnél. Tehát Sallai Roland tényleg az abszolút pozitív példa. Igazából ilyen Sallai Rolandokat kellene kinevelniük a magyar akadémiáknak jóval nagyobb mennyiségben, mert egyébként a játékosaink többsége olyan, hogy hogy valamilyen egészen más úton jutott el a, a válogatottig, és ilyen értelemben ez nagyon is megkérdőjelezi azt, hogy az akadémiák ténylegesen hozzá tudnak-e tenni annyit a magyar futball fejlődéséhez, amennyit várunk tőlük. Itt gyorsan hozzáteszem, nem az akadémiai nevelés egészével érzek itt problémát, én egyébként hiszek az akadémiai rendszerben nagyon sokan mondják hogy elavult nem így kell csinálni én azt gondolom, hogy alapvetően a rendszer jó. A kérdés az nyilván, hogy ott milyen szakmai munka folyik. Tehát ha, ha nem tudnak jobb szakmai munkát kínálni, mint, mint a többi klub, a többi klub akkor, akkor nyilván ez egy egészen más helyzetet jelent. És itt a, a legnagyobb probléma, és igazából ezt tudom csak hangsúlyozni, hogy azok a játékosok, akik a magyar válogatottban játszanak, és ez az Európa-bajnokságon is jól látszott, akik meghatározóak a magyar válogatottban, azok nem ezen az organikus fejlődési úton mentek végig, és ez azért probléma, mert a hosszú távú fenntarthatóságot teszi bizonytalanná. Természetesen, ha most van egy olyan játékosunk, mint mondjuk egy Vili Orbán, aki gyakorlatilag egy ilyen karácsonyi ajándék a magyar futball számára, hogy a magyar válogatottban játszik, nem kell azért kirakni a csapatból, mert mindenképpen egy, egy volt akadémista játszon helyette, tehát nagyon jó, hogy ő van, viszont a hosszú távon fenntartható eredményességhez az kellene, hogy amikor majd ő visszavonul, akkor egy akadémista lépjen be a helyébe, egy volt akadémista lépjen be a helyébe, és látjuk azt, hogy nem tudunk gyakorlatilag a magyar válogatottnak azért nagyon sok poszton problémát okoz az, hogyha az első számú játékos az adott poszton nem tud játszani, elsősorban ez ugye a, a támadásban, de azért most pont ez az EB mutatta meg, hogy ahogy Rossi próbált variálni jobbra-balra bizonyos esetekben, hogy hogy még a védelemben is akadnak ilyen problémák. Tehát ez mutatja azt, hogy amit most a válogatott eredményessége mutat, az csak egy kis részben köszönhető az akadémiai nevelésnek és az akadémiák munk munkájának. Az a kis rész is, is kell. Tehát ezt gyorsan hozzáteszem, hogy az, ami a magyar futballban, akár az akadémiákon, akár bármilyen utánpótlás nevelő egyesületben zajlik, az egy szükséges, de nem elégséges feltétele volt annak, hogy a magyar labdarúgó válogatott úgy szerepeljen az elmúlt években, ahogy. Ugyanezt hozzáteszem egyébként a, a teljes magyar futball támogatása igaz. Tehát akár a, az infrastruktúrális fejlesztéseket, tehát a stadionépítéseket, akár a, a, kluboknak a, a feltőkésítését veszem. Ez mind-mind kellett ahhoz, hogy a magyar labdarúgó válogatott úgy szerepeljen, ahogy, de önmagában ez nem lett volna elég. Ehhez kellettek azok a idézőjelben karácsonyi ajándékok, hogy olyan emberek kerültek bele ebbe a rendszerbe, akár játékosként, mint mondjuk egy Vili Orbán, akár edzőként, mint maga Márko Rossi, akik igazából a rendszeren kívül, kívülről érkeztek, és olyan plusz minőséget hoztak bele, ami elengedhetetlen volt a válogatott sikeres szerepléséhez. Ha már Márko Rossi, az ő értéke, az ő presztízse mennyit változott ezen az Európa bajnokságon? Kérdezem ezt már csak azért is, mert a csütörtöki sajtótájékoztatón azt mondta, hogy egy pillanatig nem tudta élvezni ezt az ebét, annyira stresszes volt, elismerte a svájciak elleni meccs után, hogy bizony az ő taktikai dolgai, a taktikai döntései is hozzájárultak ahhoz, hogy Svájc az első fél időben egyértelműen a magyar válogatott felé kerekedett, és hogy most már itt van Márko Rosszi a magyar válogatott élén hosszú ideje, szeretik a szurkolók, közben magyar állampolgár is lett, ugyanakkor azért évről évre lehetnek a háttérben informális megkeresések. Egészen biztos, hogy vannak informális megkeresések. Gondoljunk csak arra, hogy ha most nem számoltam össze, de most elkezdenénk számolni, hogy hány olyan szövetségi kapitány volt és van ezen az Európa-bajnokságon, aki ott volt már az előző Európa-bajnokságon is, ugyanazzal a válogatottal, szerintem nem jutnánk különösebben sokáig. Tehát önmagában ez már azért nagyon nagy siker, amit ő elért, és ezt azért látszik is, hogy külföldön is respektálják. Egészen biztosan vannak, lehetnek megkeresései. Én azt gondolom, hogy az, hogy megint csak ugyanaz, amit a, ugye az általában a válogatott és a magyar futball kapcsán mondtam, tehát az, hogy ott volt az elbén, az egy nagyon nagy siker, ezzel egyértelműen megerősítette a saját értékét, a saját pozícióját a nemzetközi mezőnyben. Nyilván az igazi nagy előrelépés az lett volna, ha tovább is jutunk, ez nem sikerült, de, én nem, de azért mindenki reálisan látja azt, hogy milyen játékos kerettel dolgozik, tehát nem hiszem, hogy számára ez egy, egy érték csökkenést jelentene. Inkább csak bosszúság, hogyha az ember elszúr egy meccset? Igen, tehát ezt e, talán úgy tudnám felfogni, hogy ez, ez, nem egy, amit most a magyar válogatott, mert is gyakorlatilag Márko Rossi is ezen az elbén elszalasztott azzal, hogy nem jutott tovább, az, az nem egy bekapott gól, hanem egy kihagyott helyzet. Tehát volt előttünk egy nagy lehetőség, ami nem jött össze, de ez nem azt jelenti, hogy, hogy valamilyen nagy ö, probléma történt. Ugye a megkeresések, amiket Marco Rossi kap, ö, nyilván nem tudjuk pontosan, hogy ezek milyenek, mennyire komolyak, hiszen ezekről azért sem ő, sem a klubok nem beszélnek, mert nem is szoktak ezekről beszélni. Én őszintén azt gondolom, hogy annak nem nagyon van komoly esélye, hogy őt topligából vagy nagyon komoly bajnokság klubcsapatától olyan szinten megkeressék, hogy hogy tényleg el is vigyék, és ő ezért lemondjon a válogatott irányításáról, mert egészen más ma már a szövetségi kapitány és egy klubedző feladata. Nem véletlen, hogy ma már egészen ritka az, hogy egy igen sikeres klubedző lesz szövetségi kapitány. Régebben ez volt a standard, ma már nem így szokott lenni, mert Sőt, teljesen... Régebben még párhuzamosan is lehetett néha vinni egy-egy ilyen munkát, ma már ez szinte elképzelhetetlen. Hát ez, ez igen, igen, igen. Ugye tudjuk, a szlovák válogatottnál van ez így, de, de azt gondolom, hogy azt sem fog sokáig tartani, mint ahogy Dárdai Pál sem tudta ezt ugye, sokáig csinálni. Tehát teljesen más készségeket, teljesen más kompetenciákat igényel a két munka. Nyilvánvaló, hogy a klubedzőként is vannak komoly sikerei, de most senkit nem megbántva, a magyar bajnoki cím, vagy a szlovák bajnokságban elért harmadik hely, azért az még nem jogosítja fel arra, hogy akkor egy, egy jóval erősebb nyugat-európai bajnokságba elvigyék. Azt viszont, hogy egy másik válogatott esetleg megkeresse olyan, ami jóval többet tud fizetni, mint a magyar, ezt egy nagyon is reális veszélynek tartom. Hogyha a Roberto Mancini-t az Európa-Bajnoki címvédő olasz válogatott éléről el tudta vinni a szaudarábiai válogatott, akkor akkor szerintem Marco is sem mozdíthatatlan, és egészen biztos, hogy akár mondjuk abban a térségben, ott az arabőből környékén, vagy bármi, még Európában is, tehát akár tényleg olyan országok válogatottak, mint Azerbajdzsán, vagy, vagy más válogatottak, akik akár bizonyos célok érdekében jobb anyagi feltételeket tudnak kínálni. Ezt egy reális veszélynek tartom. Nyilván itt az a kérdés, hogy jönnek ilyen, ilyen ajánlatok rosszinak, érzelmileg mennyire fontos a magyar válogatott. Egészen biztos, hogy két euróval többért nem megy el. Tehát nagyon-nagyon komoly szakmai és anyagi előnyt kell, hogy élvezzen egy ajánlat azért, hogy ő saját maga önként távozzon a válogatott éléről. De nyilván ez, amit ugye a sajtótájékoztatón mondott, ez azért azt is jelzi, hogy, hogy neki is azért véges, hogy úgy mondjam, az érzelmi tűrőképességet. Tehát azért nagyon gyakran van az, hogy valaki nincsen semmi probléma, de egyszerűen belefárad abba, amit csinál. Ugye pont itt Jürgen Kloppot emlegettük Szoboszlai Dominik kapcsán, hogy gyakorlatilag azért távozott a Liverpooltól, mert, mert egyszerűen már, már azt a, a folyamatos gyűrődést, stresszt nem bírta elviselni, amit ez jelent. Tehát nyilván ez még akkor is, ha tudjuk, hogy a szövetségi kapitányi poszt azért jóval kevesebb stresszel jár, mert egyszerűen nincs ennyi mérkőzés, de, de ez ezek viszont nagyon intenzív időszakok, amikor válogatott mérkőzéseket kell lemenedzselni. Tehát lehet, hogy egyszer eljön ez a, az a pont, ahol, ahol Marco Rossi is távozni akar. Én azt remélem, hogy ez minél később fog megtörténni, az már ugye egy óriási dolog, ezért gondoljuk abba bele, hogy jelen pillanatban a harmadik helyen áll a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitányai között a lejátszott mérkőzések tekintetében, és ha jól emlékszem, idén össze valószínűleg már második lesz, amennyiben a Nemzetek Ligája csoportkört végigjátsz, akkor Sebes Gusztávot is megelőzi, és csak Baróti Lajos lesz előtte. Tehát ez valami egészen elképesztő dolog, azt gondolom, hogy a magyar futball történetében. Tehát ez, ez is jól kifejezi azt, hogy miért van az, hogy mi mennyire ragaszkodunk hozzá, és ő is mennyire ragaszkodik hozzánk. Németországnak mit ad ez a mostani rendezés? Azt tudtuk, hogy a német stadionok rendkívül modernek, hogy a német futball, a Bundesliga maga, és ugye a német válogatott is azért meglehetősen elől van, de egy EB mennyit tehet -e ez hozzá? Nyugodtan mondhatjuk, hogy amit most a németek csinálnak ezzel az Európa-bajnoksággal, az hát kis túlzás egy oktatókönyv arról, hogy, hogy hogyan kell hosszú távon évtizedes gondolkodásban nagy sporteseményt rendezni. Tudnilik rendeztek 2006-ban egy labdarúgó világbajnokságot, ennek ugye majdnem 20 éve, amire rengeteget költöttek stadionokra, rengeteget költöttek infrastruktúrára, és ez mind nagyon jól megtérült, mert a stadionokat a Bundesligában folyamatosan tudták utána használni, jóval jelentősen megnőtt a Bundesliga nézőszáma a világbajnokság után, nem csak azért, mert jobbak lettek a stadionok, nagyobbak lettek, hanem azért is, mert a világbajnokság egy olyan lökést adott a német futball fejlődésének, ma már furcsa ezt visszaidézni, de ott ugye az ezredforduló környékén egy mély pontot élt át a német labdarúgás. Tehát tényleg egy az, amit egyébként szakmai úton is elindítottak ugye, a különböző fejlesztési központok révén, ennek az infrastruktúrális-gazdasági megtámogatását jelentette ez a labdarúgó világbajnokság. Óriásit fejlődött a német futball ezáltal, és gyakorlatilag amit most csinálnak, az ennek a, a, a újrahasznosítása. Tehát tényleg ez egy, ez egy klasszikus recycling. Ugyanazokban a stadionokban nyilván vannak eltérések, de hát azért vannak olyan stadionjaik, amit még elő tudnak varázsolni ugyanazokban a stadionokban, ugyanazzal az infrastruktúrával, jóval kisebb költséggel rendeznek meg egy majdnem ugyanakkor eseményt, mint ahogy ezt megcsinálták 20 évvel ezelőtt, viszont ez nyilván országimásban, presztízsben ugyanakkor a lökést tud adni. Most csak egy számot hadd mondjak, erre a, az Európa-bajnokságra, ha jól emlékszem, ilyen 160 millió euró, euró körüli összeget költöttek a németek a stadionokra. Ez ilyen nagyon nagynak tűnik, de a 2006-os világbajnokságon átlagban egy stadionra költöttek ennyit, vagy még ennél is többet. Ott olyan másfél milliárd euró volt a teljes költség, ami persze egy komplet új stadionépítés is benne volt, mint mondjuk a Müncheni stadion, tehát ez egyáltalán nem egy nagy költség. Ebből a szempontból tényleg azt lehet mondani, hogy nagyon jól azt, amit ugye ma mindig elmondunk a nagy sportesemények kapcsán, hogy úgy kell infrastruktúrát létrehozni, hogy ezt később is tudja használni a rendező ország, a rendező város, akár a sportinfrastruktúrát, akár a kiegészítő infrastruktúrát. Ennek teljesen jól megfelel most ez a rendezés, mert most bizonyosodik be az, hogy amit korábban létrehoztak, azt, azt milyen jól lehet egy ilyen Újabb eseménynél is uh, ismét használni. És azt gondolom, hogy egyébként a hangulata nagyon jó ennek az Európa bajnokságnak. Én Nem e... nagyon vannak üres székek sem. Igen, én kim voltam egyébként most a, a Skóci elleni mérkőzésen Stuttgartban. Nyugodtan lehet mondani, elnézést, ha kicsit reszelős egyébként a hangom, ez emiatt van, hogy még mindig nem álltak teljesen helyre a hangszálaim. Tehát nyugodtan mondhatom, hogy belülről látva is nagyon jó a rendezése ennek a Németországnak, ennek a Németországi Európa-bajnokságnak abszolút pozitív képet fest az országról. Tehát tényleg azok a célok, amelyek ilyenkor megszoktak fogalmazódni egy nagy eseménnyel kapcsolatba, hogy legyen egy jó imás hatása az országnak, a rendezővárosoknak keltsük a jó hírét, ez maximálisan megvalósul, és még egyszer mondom, egy gyakorlatilag minimális infrastruktúrális befektetéssel. Elvesze bármit a presztízsből az, hogy mondjuk az Európa bajnokságon a csoportkör utolsó egy több a számolgatás sokszor, mint a szakmai értékelés vagy elemzés a médiában? Én ezt nem érzem olyan különösebben nagy ö, problémának globális szinten. Hát nekünk magyaroknak nyilván ez, ez, ez egy óriási ö, fájdalom volt. Hát, amivel itt kezdtem, ugye a, a, az egész beszélgetés elején, hogy, hogy milyen rosszul érintett engem a, a tegnapi portugál mérkőzésnek az eredmény. Ez nyilván azért is van, mert amióta megvertük vasárnapos kótokat, azóta minden napot azzal töltöttünk, hogy számolgattuk, és azt néztük, hogy na, a ma esti mérkőzéseken mi kell ahhoz, hogy tovább jussunk, és ez, ez tényleg, mintha mint a minden nap meccselne az ember. Tehát egy kicsit ilyen volt, hogy nem, nem, tudott az ember nyugodtan leülni a tévé elé, hogy most akkor csak próbálom élvezni a, a mérkőzést, mert most annak kell szurkolni, hogy a, az olaszok ne kapjanak ki, most annak, hogy a, az angolok nyerjenek, és így tovább, és így tovább. Tehát nyilván persze ez a szurkolóknak egy kicsit stresszesebb, de összességében azt gondolom, hogy ez ön különösebben nem befolyásolja az egész rendezvénynek a, az értékét. Lehetne talán jobb lebonyolítási módot találni, ahol tényleg rögtön tudja egy adott válogatott, hogy mikor, hol, kivel fog játszani de, de ez azt gondolom, hogy minimális probléma ahhoz képest, mint hogy 24 csapat van az Európa-bajnokságon, amire már nagyon nagy szükség volt, mert jelentősen fejlődött a kontinens futballja, és a 16 az valóban nagyon szűk volt ahhoz a nagyon szoros mezőnyhöz képest, amit ezek a válogatottak képviseltek. Egyértelműen látszik, hogy a 24 csapat, az, 24 csapat mindegyike ott van a helyén, tehát nem lóg ki a mezőnyből. Ugye az a grúz válogatott, amelyik a, a Nemzetek Ligája D divíziójából érkezett, tehát elvileg a leggyengébb volt, és akinek a legkönnyebben kellett volna kipottyannia, az tovább jutott az egyenes kieséses szakaszba. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy az, hogy a 24 csapat ott van az Európa-bajnokságon, ez bőven ér annyit, hogy esetleg itt a lebonyolítás emiatt, hogy 24-es a mezőnyes, nem 16-os, a lebonyolítás az ilyen apró problémákat magába hordozzon. A magyar válogatott következő nagy célja a világbajnokságra való kijutás. Nyilván nem mondhatjuk meg előre, hogy mekkora eséllyel történhet ez meg. Egy kicsit nőttek az esélyek, hiszen több európai lehet majd ott a következő világbajnokságokon, de presztízsben, szakmailag és marketingben, hogy tudják ezt felépíteni a futballhoz közel álló körök, akár a futballvilágban jelenlévő szponzorok, hogy kifizetődjön? Természetesen a világbajnokság az egy, az egy olyan dobás, ami, ami még itt várat magára a magyar futball kapcsán, és valóban minimálisan, ugye eddig a 32 csapatos VB-ken 13 hely jutott Európának, most a 48 csapatos vb n 16. Zárójelbe teszem hozzá, hogy ez szerintem nem túl jó döntés a FIFA részéről, mert jelentősen fel, fel fog higulni a világbajnokság mezőnye a szakmai színvonalra, ez nagyon komoly negatív hatással lesz, tehát nem azt fogjuk látni, amit, amiről pont most beszéltem az EB kapcsán, hogy igen, ez a 24 csapat, ez mind megérdemli, mert bebizonyítja, hogy ott van a helye az Európa-bajnokságokon, nagyon sok olyan csapatot fogunk látni, nyilván a, a, a többi kontinensről, Afrikából, Ázsiából, akik hát akik ki fognak lógni a VB mezőnyéből zárójel bezárva ez, ez legyen a, a FIFA problémája. Nekünk, magyaroknak ugye ez egy, egy minimálisan több esélyt jelent, tehát 13 helyett 16 kvóta. Ez lényegében olyan, mint amikor ugye 16-os Európa-bajnokságra, 16 csapatos Európa-bajnokságra kellett kijutni. Megint csak azt tudom mondani, hogy 16 olyan csapat van, aki ott volt az el, előző három Európa-bajnokságon, ebben benne vagyunk. Most tehát... a 17-ek lettünk, <laughs> tegyük hozzá, tehát a határán mozgunk. Igen, tehát ebben Ebben benne van az esély, hogy kiussunk, de ez nagyon nehéz lesz. És megint csak igazából kicsit azt kell elmondani, amit az EB -E kapcsán is beszéltünk, hogy ugye nagyon magasra tette a lécet a magyar válogatott azzal, amit elért az elmúlt években, és vigyázni kell azzal, hogy ne vegyük természetesnek a világbajnoki kvalifikációt, és ha már itt erről beszéltünk, hogy akár marketing és egyéb szempontból hogyan lehet ezt felépíteni, ezen talán érdemes elgondolkodni, hogy kommunikációban hogyan lehet arra vigyázni, hogy hogy ne legyen még egyszer olyan csalódás, mint amit még egyszer mondom, nagyon sokan talán így élik meg ezt az Európa-bajnokságot, azért, mert túlságosan magasak az elvárások. De az egészen biztos, hogy a legfontosabb kommunikációs és marketing cél a válogatottal kapcsolatban az kell, hogy legyen, hogy ez hogyan épít közösséget, hogyan épít identitást ez a csapat, és úgy általában a magyar futball és a sport, mert ez a sport és a futball legnagyobb ereje és ebből tudjuk azt, azokat a tanulságokat leszűrni, megtalálni, hogy például, hogy megint csak erre térjek vissza, hogy ugye a, a magyar futball belső piacát hogyan lehet erősíteni azáltal, hogy a, a klubcsapatoknak is nagyobb piaca legyen, hogy hogyan lehet ezeket a, a, az érzéseket átvinni a klubokhoz, tehát hogy az a fajta identitás képzés, közösségépítés, amit a válogatott meg tudott valósítani, az helyben, lokális szinten is megvalósuljon, és ehhez, ahogy az előbb is mondtam, mind az MLS-nek, mind a kluboknak a nagyon komoly összehangolt munkája kell. Ez mind a két korábbi Európa bajnokság után elmaradt. A magyar férfi labdarúgó válogatott népszerűsége és az iránta való érdeklődés nyilván nem összevethető az egyes további olimpiai sportágakéval, de mégiscsak szűk egy hónap múlva ismét szurkolhatnak majd a magyar sportszeretők már a Párizsi olimpián. Nagyon sok egyéni, magyar klasszisnak és versenyzőnek, és négy válogatottnak, hiszen a két kézilabda és a két vízilabda válogatott is ott lehet a francia fővárosban, és küzdhet azért, hogy akár az érmes helyezéseket megközelítse vagy elérje különböző esélyekkel. Összességében sportgazdaságilag hogyan hasonlítható össze egy labdarúgó Európa-bajnokság és egy európai rendezésű olimpia? E, nagyjából azt rögtön az elején le kell szögezni, hogyha így sorba akarjuk rakni a nagy sport eseményeket, akkor ez úgy néz ki, hogy az első a labdarúgó világbajnokság, és a, a második helyért az olimpia keményen harcol a labdarúgó Európa-bajnoksággal, és egyelőre vesztésre áll. Tehát, tehát, a labdarúgás két csúcseseménye az gazdasági értelemben, ezt most hangsúlyozom, gazdasági értelemben mindenképpen megelőzi az olimpiát, de ugye ha arról beszélünk, hogy a szurkolóknak milyen élményt, érzést ad, akkor természetesen a, az olimpia is nagyon sokat tud hozzátenni, mindahhoz a közösségépítéshez, identitásképzéshez, amihez az előbb, ami, amiről az előbb beszéltem, de a futbalt azt, azt mindig külön kell kezelni. Tehát amit a futball tud, az semmelyik más sportág nem tudja. Az olimpia az úgy, hogy az összes sportág ott van egyben egy eseményen, úgy tud valami hasonlót nyújtani, mint a futball így egyben. Nyilván az, hogy most megint Európában lesz az olimpia, az szurkolási szempontból azt gondolom, hogy egy nagyon pozitív dolog, hiszen nagyon sokan lehetnek ott Párizsban magyar szurkolók, és pláne ugye mondjuk Tokió után, ahol ugye egyáltalán nem lehettek szurkolók, és ez azért azt gondolom, hogy egy nagyon jó szurkolási élményt biztosít. Az, hogy ott van a négy csapatunk, Legutóbb ugye 20 éve az Aténi Olimpián volt erre példa. Ez megint azért jó, túl azon, hogy milyen jó, hogy kijutottak, mert megint csak ez a fajta közösségi élmény, ez, ez igazából azért lássuk be a csapatsportoknál a legnagyobb. Ott lehet a legjobban szurkolni, tehát ott valósul meg legjobban mindaz, amiről itt beszéltem, és akkor még arról ne is beszéljünk, hogy ugye a női kosárlabda válogatott, milyen közel volt szintén a, a kvalifikációhoz hosszú-hosszú évek után. Tehát ilyen szempontból. Azt gondolom, hogy ez az olimpia mindent egybevetve, részben a, a földrajzi közelség, részben, mert ott van a négy ö, csapat, tényleg egy olyan olimpia lehet, amelyik ö, meghatározó lehet a magyar szurkolók számára, és, és egy nagyon komoly pluszt ö, tud nyújtani. Nyilván ezt ö, marketing szempontból úgy érdemes ö, kihasználni, hogy, hogy minél jobban arra a, a közösségi élményre, fókuszálni, amit ez az olimpia tud nyújtani. Látszik egyébként, hogy a magyar sport életbe áramló pénzek mennyiségében mennyire lehet döntő egy-egy ilyen olimpia? Mert egyelőre nem nagyon volt változás a stratégiában, bár a költségvetési források ezekben az években azért szűkösebbek. Ugye amikor a, a most regnáló sportállamtitkárság felállt, akkor az egyik első célkitűzés az volt, hogy egy jóval szigorúbb ellenőrzést és számonkérést vezetnek be az eredményekhez képest. Ez sok helyen látszott is, hogy meg is valósul. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon is helyes irány. Tehát nyilvánvalóan, ha az állam komoly összegeket fektet a magyar sportba, már pedig Magyarországon ez ugye most már nagyon régóta így van, akkor, akkor kell is, hogy legyen számonkérés, Nyilván ezt nem könnyű különböző sportágakat összevetni, megnézni, és akkor most arról dönteni tényleg, hogy most valakinek miért ilyen helyezés jött össze, olyan helyezés jött össze. Tehát ez egy nagyon komplex dolog, hogy ez a számonkérés hogyan tud megvalósulni ebben, most nem is mennék bele, de az, hogy szükség van ilyen számunkérésre és a, a, források újraelosztásánál figyelembe kell venni ezeket az eredményeket, és itt az eredmények alatt még egyszer mondom, nem csak azt nézem, hogy, hogy hányadik helyen végzett valaki, hanem azt a közösségi élményt ki tudja jól átadni, megvalósítani, mert ez az igazi cél, tehát nem az a cél, hogy az olimpiai táblázaton előrébb végezzünk, hanem az, hogy a magyar szurkolói közösség és a magyar identitás minél erősebben tudjon fejlődni a sport által. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Önök az elmúlt bő 50 percben Szabados Gábor sportközgazdást hallották, most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid. A műsor támogatója Hold. Az év alapkezelője 2024-ben.